Milyen szép ez a mai nap. Ez a tündöklő napsütés. A szelíd szél. A tomboló viadta. A levegő olyan friss. Oly üdén körbefont. Mennyire csodálatos. Ez a tündöklő napsütés. De ez egy másik nap. Sokkal tündöklőbb és fényesebb. Ó, ez az én napom. Ragyog a te arcodon. Ó, ez az én napom. Ó, ez az én napom. Ragyog a te arcodon. Ragyog a te arcodon. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now. Amikor átölel az este. Miután a nap leszállt. Úgy érzem, rám tör a szomorúság. Maradnék az ablakod alatt. Amikor átölel az este. Miután a nap leszállt. De ez egy másik nap. Sokkal tündöklőbb és fényesebb. Ó, ez az én napom. Ragyog a te arcodon. Ó, ez az én napom. Ó, ez az én napom. Ragyog a te arcodon. Ragyog a te arcodon.
labda! Versdráma. Mit jelent a versdráma kifejezés? Abból a két műfajból alkotott összetett szó, amit a hajlíthatatlanok egyesít. A vers olvasói szemmel elsősorban verbális művészet. Tartalma, ritmusa, zenéje az olvasás során értelmeződik. Legtöbbször gyönyörködtet. Többszöri olvasás adhat további jelentéseket, így a vers önmagában, mint műalkotás, az értelemre és az érzelmekre gyakorolt hatás, írott formájában is lehet katartikus, és betöltheti esztétikai, művészeti küldetését. Az előadott vers már a színész, mint újraalkotó, értelmező, érzelmező médium által mutatja meg sajátos, egyedi arcát. Mindegy kulturális társulás. Főszereplők. Kotáni Bence, hangja Dolmány Attila. Dobra Mara, hangja Pikali Gerda. Rendező Galler András. Ötlet Galler András, Kotáni Bence. Producer Kuruc hanga Galler András, Kotáni Bence. Társproducer Kis Áron. Operatőr Csikós Gergő. Kamera Turbé Kirihárd. Zene Nyitrai László. Hang Szerdahelyi Roland. Zenei hangmérnök Gál Csaba, Nónius Gábor. Utómunka Almási Mátyás, Fekete Balázs. Fotó Almási Mátyás. Grafika Bangó Tomi. Stylist Korpics Tibor. Smink Törjék Anna. Haj Kmetz Krisztina. Továbbá Csernela Ágnes, Juhász Veronika, Besztercei Attila, Csík Csaba, Tóth Gábor. A legtöbb versnek a szöveg primátusán túl enigmatikus jelentése is van. Ezért az előadói versértelmezés felelősség. A dráma alapvetően jelen idejű. Érzelmek, motivációk, feszültségek, konfliktusok tulajdonképpen az emberi lét belső folyamatai találkoznak benne egymással. Minden dráma ezeknek a belső folyamatoknak az egymással szembeni erőpróbája. A versdráma, ha úgy tetszik, egy bizonyítási kísérlet annak az emberi arcnak a megmutatására, melyen drámai erővel jelennek meg a szöveget alkotó érzelmi folyamatok. A textualitást az emberi érzelmek megszületésének eszközéül használja, ami az előadó által testet ölt, játékból életté válik. Megtestesülés, újjászületés. A vers szövegének emberi drámája. És ismét benézted. De ez egy másik nap. Sokkal tündöklőbb és fényesebb. Ó, ez az én napom. A ragyog a te arcodon. Ó, ez az én napom. Ó, ez az én napom. Ragyog a te arcodon. A ragyog a te arcodon. Szívem. Elmentem. A lányokkal. Ó, ez az én napom. Ó, ez az én napom. Ragyog a te arcodon. Ragyog a te arcodon. Tomorrow.
my love won't wait. It's now or never, my love.